Először is nézzük az ársapkát. Nem kizárt, hogy a kiinduló cél itt az, hogy valamilyen korlátot szabjanak az árnövekedésre, csak hát itt nem a kiinduló cél, meg megfogalmazás számít, hanem a következmények. Márpedig Európa mostani ellátási helyzetét tekintve egy gázársapka azt eredményezné, hogy Oroszország szépen elzárja a gázcsapokat, mint ahogy ezt már kilátásba is helyezte. Hogyha ez bekövetkezik, akkor nem alacsonyabbak lesznek az árak, hanem magasabbak, és nem is beszélve a borítékolható az ellátási zavarokról. Így hát, amit erőltetnek, az egy gáz embargó, csak ársapkás Halloween jelmezben érkezik.